Nagyon felvételú bizony, de többé se azt szálltok sekeny bizony, de apának a kabátja 20 millió forintért el lett, de ó. Na, hát ilyen ugyan, de jobb legyen úgy bizony, jó estét kívánok, de az előbb megvittem jó kő bor. Most megnyitok jó kis sör. Ma is robotom színezete 2018. július 19. Jó, meg közben egyébként sütőpor zabálok, de sütőpor. Munka fontos agar. A mai nagy Magyarországon, de ez is Magyarországon bizonyták van. Nagyba Pármánkban Bartos is a gondolat. Gondolat. Mindegy, felírtam pár magas gondolatot. Mindenki talál munkát, aki akar. Mi a munka? Milyen munkára gondolsz? Nagy szaros, hegyű, nagy Bartos övtársunk, vezérünk, eltársunk. Te várjunk? Semmiképpen nem multinacionális, három műszakos, nem három műszakos, multinackós munkára, semmiféleképpen nem bejelentett munkára, tehát arra semmiféleképpen, de hanem olyanra, ami egyrészt megőrzi a szabadságot. Ott van például, nem kell egyébként messzire menni udáva. Közben nyitok jó kis sütőpohort. Ez már hányadik, harmadik? Na, sütőpohort. Az mondják, hogy semmiképpen olyan, tehát almá eleve bukott mutatvány, ahum nagyba a dolgozó elveszti a szabadságát, például fehér rabszolgaként csicskázik egy multinackós cégnél, tehát eleve ez már kiütve, de az Index készített az Index egyébként készített pár évvel ezelőtt egyébként vélem marha nagy interjút, riportot, amiben egyébként elmondtam nagyban, hogy az Indexek hogyan készítettünk föl a harmadik világháború, hogyan élhetünk a harmadik világháborúra, hogyan dolgozhatunk napszámosként. A legjobb videó, az egyik legjobb Bartos videó az Index összes, amit az Index készített, vélem egyébként videó, az egyik legjobb videó. Tehát szorítkozzunk egyébként napszám. Máma az Orbán rendszerbe, de aki ne, csak az nem talál munkát, aki nem akar. A másik nagyon fontos dolog, hogy elviszem meg az asztat, és meg kell nézni Bartosnál elszakadt a Cérna című nagy videómat, ami pár évvel ezelőtt készült, hogy elhiszem egyébként hogy jobb egyébként 5-6 kölyket elleni ú, és azokkal elleni. De az is egy megoldás. Viszont az államnak
És ezek, mondom egyébként, ezek ilyen délutáni gondolatok voltak, vagy esti inkább. Csak gondoltam egyébként, hogy megosztom, mint nagy filozófikus csíde jó. Hogy... De. Csak kizárul, tehát az államnak nem föladata egyébként az a személynek az eltartása. Sajnos már nem. Viszont egyébként a Csorbán rendszer, de... biztosít egyébként olyan dolgokat, hogy a kétkezi fizikai munkás, és hangsúlyozom egyébként bőjelentetlenül, a bőjelentett hölgy, aki bőjelentetten dolgozik, az már kész vége. Az belekerül egy ilyen mókus kerékbe. Nem szabad az meg. A szabadságot nem szabad föladni. Igenis, ha a kétkezi, azaz kétkezi fizikai munkák van sok egyébként értelme. Értsük! Az összes többi szöllemi, nem nevezem munkásoknak, szöllemi igába nem tudom, szavakkal nem lehet kifejezni, akik szöllemi munkát végez. Az nulla. Az én szememben nulla, hiszen lépcsőzetesen egyébként fölépítve, stb. De. Sütőpor. A szöllemi munkások, a kétkezi fizikai munkásokból élnek. Lásd, földművelés, ezt a sütőport is kétkezi fizikai munkás csinálta. De. Jó, azért azt hozzá kell tenni, de, hogy na de. És fű. Meg gaz. Hogy ez már azért, ez azért ez hozzá kell tenni, hogy ebbe tévedtem. Tehát tévedtél nagybar, tehát a picsába bele már. Mert ugyanis a sütőpor, ez már nagy üzemileg lett gyártva. Ennyit akartam. Rabszíjakat levenni, szabadon dolgozni, cigír és a piáír, igenis, hogy lehet szabadon. És egyébként mindenki ezen gondolkodják el. Na, na de van. Na, nyit akartam. Vége konyac, de konyac viszont látákra. Na bár, most meg rágyújtok jó kis szigre.